Na sziasztok srácok, itt vagyunk egy újabb videóban, és itt vagyunk jelenleg Miskolcon, itt közvetlenül a búzatéren az autóbusz pályaudvar mellett, és hát igazából a mai videóban egy olyan oldalát fogom megmutatni nektek Miskolcnak, amit eddig még soha nem tettem. Ugye amikor legutóbb itt jártunk, akkor az adventi villamos néztük meg, és igazából azt videóztam le kívül és belül, illetve még az elmúlt években, amikor itt jártunk, akkor mindig is csak vagy vasúti, vagy pedig MVK-hoz köthető helyi autóbusz közlekedés és érdekességet mutattam nektek. Most viszont egy kicsit bele szeretnék menni így a volános buszos érdekességekbe is, mert azért vannak bőven, és itt igazából Győrünk kívül még Magyarországon Borsodabói Zemplén megye, ami tényleg egy hatalmas egy Ikarusz paradicsom, és hát igazából, hogyha lejöttetek volna egy 2016-os vagy 2017-es átlagos hétköznapi napon, akkor 80%-ban csak Ikaruszokat tudtatok volna videózni. Hát mára már sajnos ez nem így van, ugyanis 2020. szeptemberében elkezdődött itt Borsodabói Zemplén megyében az Ikaruszoknak a leselejtezése, ami pedig azt jelentette, hogy a rengeteg sok 280-as Ikaruszból mára már csak 3 darab közlekedik menetrendszerű forgalomban. Szóval igazából a HLZ 528-529, illetve a ráncajtósnak a rendszám az a CCX 875. Ugye a CCX 875 az egy kettőajtós ráncajtós Ikarusz 280-as, amit most jelenleg itt nem láttam a Miskolci autóbusz pályaudvarnak a területén. Viszont amit láttam, az a HLZ 528-529, szóval ezt a kettőt le is tudtam videózni, és ezeket a felvételeket nem soká látni is fogjátok ebben a videóban. Úgyhogy nem is dumálok tovább, meg fogjuk itt nézni mindent itt Miskolcon. Tervezek majd egyébként Borsodabói Zemplén megyében több településre is ellátogatni, köztük Kazincbarcikára és Ózra is Ikaruszokat videózni. Viszont megmondom őszintén nektek, hogy a mai napon pontosan egy bő 2 óra hosszán van itt Miskolcon, itt az autóbusz pályaudvar területén videózni nektek az Ikaruszokat. Szóval most csak azért jöttem le, hogy tényleg, hogyha már ennyire folynak a selejtezések, azért valamit örökítsek meg az itteni Ikaruszokból. És ha már itt vagyunk, akkor meg fogjuk nézni a korábban Budapest agglomerációs járatain közlekedő most rendszámú Volvo 7900A-s buszokat, amik ugye ide kerültek, illetve Debrecenbe is került. Tudtam már egyébként 5 került ide Miskolcra, illetve 5 darab Debrecenbe. Úgyhogy nem dumálok tovább azért, hogy le nem maradjak a jó fogásokról, úgyhogy tartsatok velem, videózni fogunk egy szűk 2 órát itt a miskolci autóbuszpályaudvar területén, és hát azt én nem mondtam el, de tudnotok kell, hogy egyébként kértem is engedélyt, mert tudnotok kell azt is, hogy a volánbusz autóbuszpályaudvar nem lehet úgy csak úgy filmezgetni, ezért a becsületesség kedvéért ugye ki is nyomtattam, aláírtam, és így, hogyha olyan biztonsági őr van, aki tényleg mindenkitől kéri az engedélyt, akkor is tudok nyugodtan szépen videózgatni a buszpályaudvarnak a területén.
na hát srácok, így néz ki itt a miskolci autóbuszpályaudvar, és hát a Debrecenivel együtt erre is ráférne egy nagyon-nagyon alapos felújítás, mert azért az állapota az hagy meg után kívánni valót, és hát nagyjából ezt kell itt elképzelni a miskolci autóbuszpályaudvar buszállományából. Nagyjából most ilyenkor 16 óra 20-an most kb. Meg is nézem, 16 óra 16, mindegy, lényegtelen. Szóval így a délutáni csúcsidőben nagyjából ilyen most jelenleg a buszállomány. Ugye igazából ez a videó nem feltétlenül a miskolci ikaruszokról szól, hanem inkább a miskolci ikaruszoknak a dokumentálásáról, vagyis a meglévő ikaruszoknak a dokumentálásáról, illetve a miskolci autóbuszoknak a bemutatásáról, hogy igazából valóban milyen buszok közlekednek itt Miskolcon. És hát igazából most sajnálattal lehet közölni azt, hogy most már Miskolc az ikaruszok helyett a magaspadlós Mercedes-Benz Connectok, illetve a ARC-k hazája. Ugye az LMP rendszámú ARC, szóló ARC autóbuszok, azok ugye Debrecenből érkeztek ide Miskolcra. Viszont igazából ezek a sárga ARC buszok, amik ugye itt áll mellettem, csak ugye most rendes kamerában a telefonom, szóval az egészben a buszt nem tudjátok látni, azok ugye nem voltak sohasem Debrecenben, és mindig ide tartoztak, illetve ugye ilyen magaspadlós Mercedes-Benz korrektókkal van tele Miskolc, igazából mind szóló, mind pedig csak csuklós verziója tele van Miskolccal.
Na srácok, és akkor ezekről a kis Volvo 7900 A típusú autóbuszokról van szó, ugye most rendszámúak, és ahogy mondtam, ugye 5 darab került ide Miskolcra, 5 darab pedig ugye Debrecenbe, és hát ezek ugye folyamatosan járkálnak itt, ugye hát többet is elcsíptem ezek közül, és hát ugye hát, hogy nyilvánvalóan, hogy már itt áll ember a Miskolcon, akkor nem vagyok én olyan, hogy, vagyis most már nem vagyok olyan, hogy csak az Ikarusz érdekel, nyilvánvalóan akkor mindent megmutatok. Csak hát már kezd besötéteni, már rohadtul gyorsan eltelt az idő. Videóztam egy pár Ikaruszt, és már eltelt egy óra.